A héten már több mint 6500 négyzetméternyi térkő került a helyére Szekszárdon, és az egyes munkaterületeken mintegy 15000 kg burkolatot mozgattak meg eddig kézzel a szakemberek, amit ráadásul egyedi, a tervező által meghatározott minta alapján végeznek. Jövő héten tovább folytatjuk a térkövezést, addigra szerintem az időjárás is megfelelő ismételten ahhoz, hogy további több ezer négyzetméternyi térkő kerüljön elhelyezésre, és lesznek most már olyan placok, amiket szinte térkövezés szempontjából teljes készültséggel megmutathatunk. A munkálatok egyébként az ütemterv szerint haladnak, emellett a bíróság épületével kapcsolatban is történt előrelépés, és a vízelvezetéshez köthető fennakadások hamarosan megoldódnak, mondja az alpolgármester. Aki itt járkál a városközpontba, az most már nagyjából látja, hogy mit akarunk. Körvonalazódnak a végleges megoldásnak a formái. Köszönjük szépen a lakosságnak a türelmét, megértését. Nagyon-nagyon korrektül viselik ezt az építkezést, és hát előre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a nagy felületek burkolása megtörtént, de ha majd a sarkok és a kisebb részek bevágásánál lesz egy kis porterhelés, arra is kérünk mindenkit, hogy viseljük türelemmel. A tervek szerint mintegy 184 padot és 132 darab kukát helyeznek majd el a szakemberek, emellett összesen 5487 évelő és örökzöld facsemetét és 9049 darab cserjét is elültetnek a Zöld Város program keretében.